Az István napok keretein belül egy különleges és igazán színvonalas előadást tettek színpadra a Szent István Gimnázium diákjai, mely a Moller Rouge című film egy táncos adaptációjaként kelt életre. Erről előző híradásainkban már hallhattak, ám a történetnek itt nincs vége, hiszen a nemrég Békés Csabán megrendezett amatőr musical színpadok országos fesztiváljára is magukkal vitték a sót. Úgy gondoltuk, hogy éppen ideje már hosszú-hosszú évek után, hogy a gimnázium egy komoly országos kulturális rendezvényen is bemutatkozzon és képviselje önmagát, illetőleg a várost. És 22 éve működik egy Scherzo nevezető musical fesztivál, amelyen amatőr együttesek, egyesületek, szakkörök mérhetik meg magukat. A fesztivált évente felváltva rendezi Pápa és Békés Csaba, utóbbi városban ez a 12. volt. Neves zsűritagok bíráltak el a produkciókat, amelyeket egy előválogatás előzött meg. A rendezvény háromnapos volt, ahol két színpadon folytak a bemutatók két kategóriában. Mi végül is egy kicsit ugye az esélyteleneknek, de mégis azért a kíváncsian megmérettetésre váróknak a nyugalmával indultunk neki ennek a versenynek, és hát óriási boldogság, és szinte hihetetlen és felfoghatatlan, hogy a saját kategóriánkat megnyertük. Sikert hozott tehát a Moller Rouge, de nem csak a csapatnak, hiszen az egyik különlegesen tehetséges tanuló, Eleki Gréta egy külön díjat, nevezetesen a legjobb táncos díjat vehette át Roxanne szerepében. Körülbelül 7 éve foglalkozom így komolyabban a tánccal. Nekünk volt egy csapatunk, akikkel rendesen versenyezni is jártunk, valamint minden hétvégén fellépésekre. Ott jó eredményeket értünk el, volt, hogy országos elsők lettünk, meg általában dobogós helyezést értünk el. Azonban ebbe a színdarabba én 2 évvel ezelőtt kerültem ide bele. Gréta nem hezitált sokat, hiszen a gimnáziumba is ekkor került. A tavalyi évben már elkezdték a próbákat a szóban forgó előadásra, azonban Gréta ekkor még nem volt benne a produkcióban, hiszen ideje nem engedte, de ezen igyekezett változtatni. Viszont gyorsan rájöttem, hogy benne kell lennem, ugyanis szörnyen megtetszett az egész, meg magák, a barátaim is ugyebár benne voltak, úgyhogy utána egyből én is jelentkeztem, aztán csináltuk. Mi a táncsulimban általában ugyebár house táncolunk, vagy lakingot, vagy ugye tényleg azt a gizdáb táncot, hogy úgy mondjam. Aztán nagyon fura volt, hogy a sportcipőmet magas sarkúra kellett leváltanom, valamint szoknyában táncoltam, és combfixben, meg mindenféle csajos dolgokat kellett magamra vennem. Viszont nagyon tetszett az egész, örültem, hogy új kihívások elé nézhetek, aztán ezt is kipróbálhatom. És Gréta olyannyira kipróbálta mindezt, hogy több mint 300 táncos közül ő vitte el a legjobbnak járó jutalmat. Nagy büszkeség tehát most a gimnáziumnak és a városnak is a csapat rendkívüli eredménye. Reméljük, hogy sok ilyet hoznak még kalocsának ezek a tehetséges tanulók.